Már az utolsó simítások zajlanak a szegedi karácsonyi hetek rendezvény sorozatára, a Dom téren már áll a karácsonyfa, a Széchenyi téren pedig az óriáskerék már készülődik. Mesekastély, jégpálya, fényfestés, koncertek, szalmalabirintus, kézműves termékek és forró finomságok a téli hidegben. Csak néhány program, amit a karácsonyi hetek kínál Szegeden, a Dom téren, a Széchenyi téren és a Dugonis téren is, november 23-ától december 24-éig. Szeged a Délalföld adventi és a régió adventi fővárosa lesz az elkövetkezendő hetekben. Aki ide ellátogat, azt gondolom, hogy igazán különleges élmények részese lehet. Gondoljunk csak itt arra, hogy a Dom téren egy hatalmas 450 négyzetméteres jégpályát állítottunk föl. Valódi jégen lehet csúszkálni itt ezen a gyönyörű téren, de érdemes lesz szombatonként megnézni a Dom fényfestését, hiszen minden szombaton 18 órától karácsonyi fényekkel dekoráljuk a Dómot, ami egy rendkívül impozáns látvány. A karácsonyi hetek rendezvény sorozata a jótékonyság egyében is zajlik. Adományokat gyűjtenek a rászoruló családok számára a helyszínen felállított szeretett kuckóban. Ennek a gyűjtésnek a lényege, hogy olyan adománygyűjtés lesz, hogy ez egy mézeskalács elkészítésével van kombinálva. Tehát aki bejön ebbe a szeretett kuckóba, van mód lehetősége mézeskalácsot elkészíteni, hazaviheti, és ezért kell, nem kell, javaslunk, hogy adománnyal segítse a tervünket, hogy egy kellemes délutánt szerezzük azoknak a rászorulóknak, akiknek más lehetőségük nincs a karácsony megünneplésére. A karácsonyi hetek helyszínei egészen szenteste napjáig tartanak nyitva. A Széchenyi téren felállított óriáskerék ennél tovább január 6-áig várja mindazokat, akik szeretnék Szeged városát a magasból is megtekinteni.